Köszöntöm Önöket, nézzék meg mai adásunk tartalmát. A társadalmi mobilitás az egyének és családok mozgása a társadalmi rétegek között. Egyszerűen fogalmazva, a család társadalmi helyzetének a megváltozása. A szociológiai szemlélet szerint a társadalmi helyzet befolyásolja az egyén és a család életének jellemzőit, úgy mint az életszínvonalat, a gyerekszámot és az életmódot. A közbeszédben sokat lehet hallani a társadalmi mobilitás korlátairól is, hangsúlyozva az oktatás szerepét. Vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat, Lupák Évának pszichológusnak és dr. Fábián Gergely szociológus. Rögtön a szociológushoz kell, hogy a kérdést föltegyem, a társadalmi mobilitás, hogyha fogalmi szinten tisztáznánk, akkor mit jelent a társadalmi mobilitás? Hát alapvetően azt értjük alatta, hogy bizonyos társadalmi helyzetből vagy státuszból valaki feljebb kerül-e a társadalmi hierarchiában, vagy esetleg lecsúszik, tehát többféle irány van, illetve beszélünk olyan immobil helyzetekről, amikor mondjuk valaki megismétli a szülőknek vagy a nagyszülőknek a társadalmi pozícióját. Most gyakorlatilag ehhez többféle csatornák állnak rendelkezésre. Tehát mondjuk azt, hogy Magyarországon hagyományosan az elmúlt évtizedekben az oktatási rendszerben való részvétel biztosított egy olyan lehetőséget, hogy valaki, mondjuk ha a szülőknek volt egy olyan típusú végzettsége, középfokú végzettséggel rendelkeztek mondjuk, akkor a gyerekek ezt vagy megismételték, vagy esetleg magasabb végzettséget szereztek, és akkor így felfelé mozdultak el. Többféle mozgást lehet így látni nyilvánvalóan nem csak Magyarországon, hanem a fejlett országokban is, illetve hát vannak egyéb lehetőségek, vagy egyéb utak is a mobilitáshoz, de igazából a 20. század vége, 21. század elejére alapvetően az oktatási rendszerben való részvétel az, ami a legtöbb lehetőséget kínálja, úgy mondom, hogy tömegesen. A társadalmi mobilitást elősegítő tényezők között az oktatás elsődleges, de mellette mi minden befolyásolja még azt, hogy a társadalom szerkezetében valamilyen változás álljon be, vagy jöjjön létre? Nagyon sokféle dolgot lehet említeni. Mondjuk az egyik az az, hogy a gazdaság az hogy alakul. Milyen típusú fejlesztések vannak, mondjuk így, milyen típusú készségekre, képességekre, tudás típusokra van szükség. Ehhez nagyon rugalmasan kell tudni alkalmazkodnia, nem csak az intézményi rendszernek nyilvánvalóan, hanem a családoknak és a gyerekeknek, fiataloknak is. Mert az nem jelent mobilitást, azok az esélyek, mondjuk hátrányos társadalmi csoportokat vizsgálunk, akkor nem hiszem, hogy tömegesen lenne arra lehetőség, hogy mindenki valamilyen sportkarriert fusson be. Vannak ilyen utak és lehetőségek, vagy valakiből kiváló zenész lesz, és akkor egy zenei karriert fog befutni. Tehát többféle lehetőség van, sőt azt mondom, hogy még a 20. század közepe második felében is relatíve komoly csatornának neveztük azt, hogy házasság, és akkor most valaki benősült, vagy beházasodott valamilyen kedvező státuszú családba, vagy az is előfordult, hogy mondjuk valaki úgymond lefelé házasodott. Tehát többféle lehetőség van, a mai társadalmak viszont, hát főleg a fejlett országokban nyilvánvalóan, rendkívül gyorsan változnak, szinte heti szinten jelennek meg olyan típusú változások, amelyeket ugye mi mondjuk az iparhoz, a gazdasághoz, szolgáltatásokhoz, technológiához soroljuk be, mert valahova be kell kategorizálni. Ugyanakkor, hogy ennek milyen a társadalmi befogadása, mennyire nyitott a társadalom, mennyire tud ezekhez igazodni, az igazából a nagy kérdés, mert ezek viszont gyakorlatilag folyamatosan változtatják a munkavégzéssel kapcsolatos dolgainkat, változtatják például az emberi kommunikációnak az eszközrendszerét, illetve az, hogy milyen módon, milyen eszközök segítségével, felhasználásával és hogyan kommunikálunk. Ilyen módon nyilván meghatározzák, vagy befolyásolják az emberi kapcsolatokat, vagy kapcsolathálót. Az, hogy ehhez mennyire tud, látunk pozitív és negatív példákat, és nyilvánvalóan, de hogy mennyire tud gyorsan
alkalmazkodni a társadalom, ez sok szereplős történet. És mennyire tud gyorsan reagálni az ember, hiszen hogyha a társadalom szerkezetét nézzük, akkor a társadalomban fellelhető hatások egyértelműen lecsapódnak az egyénen, az egyén állapotán, lehet azt mondani, kézzelfogható jelekben mutatkozik, és visszafelé is érdekes dolog ez, mert amilyen a mentális és pszichikális állapota az egyénnek, olyan lesz a közösségnek, olyan lesz a társadalomnak is. A pszichológusok mit látnak? Mennyire jelent ez a mindennapok szintjén, az emberek gondolkodásmódjában? Mennyire nyilvánul meg ez a kérdéskör, a társadalmi mobilizáció kérdésköre? A technológiához kapcsolódnék először egy picit, hogy említettük, hogy olyan technológiai fejlődés van mostanában, hogy olvastam egy kutatást, hogy ha most megkérdeznénk óvodásokat, hogy mik szeretnének lenni felnőtt korukban, akkor a 10 gyerekből 2 mondanak körülbelül olyan munkát, ami reálisnak tűnik, ugyanis az összes többi 8 az valószínűleg mire ők oda kerülnek, már nem lesz életképes az a munkahely. És hogy talán ez az egyik legnehezebb ebben, hogy olyan munkát választanak, ami valóban tudnak majd alkalmazni a felnőtt életükben. Viszont a változások között kiemelendő, hogy egyre kevesebb emberi munkára van szükség, és emiatt az emberi kapcsolatokra nyilván kihatással van, hiszen sokkal többen, amint most is látjuk, hogy dolgoznak otthonról, már a munkaidő is sokkal rugalmasabb, haza tudják vinni a munkát, otthon is tudják folytatni, és napközben tudnak ügyeket intézni, és ez pedig nyilván a munkahely és a magánéletnek az összekavarodásával, vagy összekeveredésével jár együtt, ami meg nem csak a párkapcsolatra, de ugyanúgy a családokra is kihat. És nagyon nehéz ebben a helyzetben olyan a gyerekeknek is olyan utat kijelölni, vagy olyan utat megtalálni, ami biztosra vehető, és én még azt látom, hogy nagyon össze vannak ebbe zavarodva, hogy most olyan utat választanak, ami egy biztos, hogy biztos jövőjük legyen, de hogy valójában meg semmi nem biztos, mivel olyan gyorsan változik a világ, és olyan gyorsan változik a technológia, a fejlődés, hogy nehéz ebben biztos pontokat találni számukra. Viszont ami pedig szerintem pozitív, hogy sokkal nagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, amit ön is mondott, hogy sokkal rugalmasabban tudnak váltani egy megváltozott helyzetben, és sokkal inkább tudják azt mondani, hogy akkor újra tervezem az életemet, vagy akkor újra tervezek valamilyen másik opciót, és akkor ez talán így segít nekik abban, hogy ebben a helyzetben eligazodjanak. Erről még azért részletesen beszélgetünk, hiszen az, amit mondtál, hogy összemosódnak a szerepek, a munkahelyi teendők és a családi szerepek, ugye ennek a későbbiekben vagy hosszú távon nagyobb kivetülése van a társadalom nézve is. Tehát például arra is gondoltam én ebben a kérdésben, hogy amit dékán helyettes úr mondott, hogy a gazdasági helyzet egy országon belül mennyire tudja befolyásolni azt, hogy erre a társadalmi mobilitásra képesek legyünk, és mennyire tudjuk feldolgozni azokat a lehetőségeket, azokat a meglévő képességeinket, amit mi hasznosítani vagy használni tudnánk, és mozdulni tudnánk, vagy mozogni tudnánk a társadalmon belül. Tehát, hogy ennek azért vannak az emberre való kivetülései is, akár az ember érzelmére, mentális és egészségügyi állapotára. Én a saját életkoromban és az alattam lévő életkorokban azt látom, hogy már sokkal inkább mobilisabbak az emberek, és oda mennek, ahol munka van. Tehát nem oda vannak kötve ahhoz a településhez, családhoz, szokásokhoz, ahol korábban éltek, hanem igenis hajlandóak most már elmozdulni abból, hogyha olyan lehetőségek vannak. És emiatt, hogyha az egyénre és a családra nézzük, akkor sokszor is széttagolódnak a családok, és akkor még nem beszéltünk a külföldre költözésről, hogy mennyire szétszakítja ez a gazdasági helyzet sokszor a családokat, és milyen ritkán tudnak találkozni, milyen ritkán vannak közös élményeik, ami meg persze hat az egyénre is, mert sokkal elszigetelődőbbé válik, sokkal kevesebb az interakciója másokkal is, és azért ez, hogy ennyire a munka van most mindenkinél a középpontban, lecsökkenti azokat a szabadidős tevékenységeket, amivel pedig a személyiségünk tud fejlődni, meg amivel olyan interakciókban vagyunk benne, amik szükségesek és elengedhetetlenek. Illetve hát a személyiségnek változni is kell, ugye az életkorral való lejárója is. Annyira jó, hogy különböző korosztályból ülünk itt, és ugye mondjuk Éva már ezt a jelenkort tudja látni és megmutatni, és tud róla beszélni. Én emlékszem arra, hogy amikor a rendszerváltás környékén nagyon sok ember elveszítette a munkáját, mert ugye akkor olyan volt a gazdasági környezet, hogy nagyon sokan létbizonytalanságba kerültek, akkor ez milyen mentális és egészségügyi válságot is hozott maga után, és hogy ebből talán még a mai napig sem lehet embereket, vagy lehetett egy jó pár évvel ezelőtt, még erről beszéltek 10-15 évvel ezelőtt is felépíteni, vagy újra a társadalom hasznos tagjává tenni, és ez jelenkori probléma, én úgy gondolom.
Ez így van, ugyanakkor lehet látni egy kettősséget, most visszatérve a rendszer, az ott nagyjából egy olyan 1,5 millió munkahely szűnt meg egy 2-3 év leforgása alatt, és a nagy dilemma inkább az volt, most én nem buta példát fogok mondani, hogy ha a borsodi iparvidéken bezárták a bányákat, akkor mondjuk egy 55 éves vályárt, hogy fogunk átképezni programozó matematikusnak? Nyilvánvalóan nem lehet, tehát bizonyos dolgok működésképtelenek. Ezzel folyamatosan küzdünk, tehát a magyar társadalom élt már át ilyenfajta változásokat, nyilvánvalóan ez most az akkor éppen nem egy technológiai változáshoz kötődött, hanem egy gazdasági politikai rendszerváltásnak a következménye volt. Egyébként nem csak nálunk, hanem gyakorlatilag egész Kelet-Európában. És különböző stratégiákat lehetett mondjuk úgy mérni kutatásokkal, hogy kik voltak azok, akik sikeresebben alkalmazkodtak az ilyen típusú változásokhoz. Itt, ha a szociológus szemmel nézzük, akkor a magasabban kvalifikált, korszerű szakképesítéssel, netalántán még valamilyen vállalkozási tapasztalattal rendelkezők voltak azok, akik vagy ambícióval rendelkezünk. Nehát volt annak idején olyan, hogy gazdasági munkaközösség, vállalati gazdasági munkaközösség, idősebbek erre szerintem emlékeznek. Ugyanakkor viszont a generációk közötti különbség az úgy néz ki, hogy az, mondjuk az én generációm, ugye a mostani 51 néhány éveseknek, hát az volt a karrier képe, hogy elvégzünk bizonyos iskola típusokat, megszerzünk valamilyen szakképesítést, és kész. És akkor onnantól kezdve bekerülünk egy munkahelyre, majd onnan esetleg nyugdíjba megyünk, hát időnként egy-két munkahelyváltás lehet, hogy belefér, vagy úgy alakul az ember élete, de olyan, hogy most több munkahely, vagy esetleg nem is az, hogy munkahelyváltás, hanem esetleg szakmai típusú váltás bekövetkezzen, hát erről erre bennünket annak ellenére nem készítettek fel, de nem is volt rá szükség, mert ilyen dinamikus változások nem voltak. Ma az oktatási rendszernek, és tegyük hozzá a családoknak is, ez egy nagyon komoly kihívás abban az értelemben, hogy mire készítsük fel a gyerekeket, illetve a fiatalokat, és az, itt nagyon sok kérdőjel van még. Azért a pszichológus találkozik ezzel a kérdéssel, hogy a jelenlegi iskolarendszer mennyire támogatja azt, amit a társadalom elvár, tehát azt, hogy tudjunk váltani, tudjunk rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez, viszonyokhoz, illetve a családok, hiszen hát a szocializáció révén tanuljuk meg ezt is, illetve látjuk a példát. Én is ezt gondolom, hogy sokkal inkább támogatja, mint korábban. Talán az általános iskolában vannak még elmaradások, mert kevéssé készítik fel a gyerekeket arra, hogy mi várható, hogyha kilépnek akár a középiskolai, akár az egyetemi évekbe. Az egyetemmel kapcsolatban, vagy egyetem főiskolákkal kapcsolatban pedig azt látom, hogy vannak olyan szakmák, főként itt most az informatikának a témakörére gondolok, hogy amit például első éven tanulnak, az a végzős évben már elavult, és hogy már nem alkalmazható. És ez is egy ilyen nagy rugalmasságot igényel, hogy folyamatos önképzésben kell lenniük, hiszen amit először tanultak, az már nem érvényes. És ez is ad egy ilyen rugalmasságot szerintem számukra, hogy akkor mindig valami újat, valami mást megtapasztalni, ami segíthet abban, hogy fejlődjenek is, hogy ne maradjanak le. Egyébként milyen attitűdöt formál, vagy formálhat a mi iskolarendszerünk, vagy a hazai oktatási rendszer ebben a kérdésben? Tehát, hogy megtanítja-e azt, hogy hogyan érdemes váltani, milyen szakmát érdemes választani? Ugye most a pályaorientáció, mint szó jutott az eszembe, hogy ez egy olyan letudott kötelessége minden intézménynek, vagy oktatási intézménynek, de hogy mi van a mögött valójában? Én pozitívumokat és negatívumokat is fel tudnék sorolni, mert egyrészt nagyon jó, hogy így képesek arra, hogy változzanak, változtassanak, és nem annyira félnek, mint ahogy korábban volt. Viszont ez ad egy ilyen attitűdöt is, hogy ha valami nem jó, akkor tovább állok, akkor tovább lépek. És talán a küzdeni akarás, a kitartás az egy kicsit gyengül, mert akkor azt érzem, hogy ki van előttem nyilván a világ, és bárhova tudok menni. És kevesebb kompromisszumot kötnek, ami nem feltétlenül baj, de hogyha az akaraterőt vagy a kitartásnak a képességét nézzük, akkor ez lehet hátrányos a társadalomra vagy az egyénre nézve is. Nem tanulnak meg úgy küzdeni, mint például azok, akik korábban muszáj volt, hogy megállják a helyüket, mert nem volt más lehetőség. Egyébként az jutott eszembe, hogyha már a társadalmi mobilitásra kezdtük, akkor a szakmai mobilitás mit jelent? Hát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy egyrészt el kell végezni valamilyen iskolarendszerű képzést. Ugye ma ez intézményesített már, hogy bizony szakképesítéseket csak úgy meg lehet, vagy csak úgy lehet megszerezni, hogy belépünk egy oktatási rendszerbe. Tehát először ezt kell nyilvánvalóan megszerezni, mert onnantól kezdve nyílik meg az a lehetőség, hogy valaki egyáltalán egy szakmai közösségnek a tagjává váljon.
És onnantól kezdve azt mondom, hogy már nagyon sok esetben az egyénen is múlik az, hogy milyen típusú szakmai karriert tud befutni. Ennek van egy része, ami úgy szoktuk mondani, hogy élethosszig tartó tanulás, tehát azzal, hogy most maradjunk a felsőoktatásnál, valaki megszerez egy diplomát, az egy belépő, de a belépés után bent is kell tudni maradni egy szakmai közösségben, és most teljesen mindegy, milyen szakmát vizsgálunk. A folyamatos képzés, meg önképzés, az gyakorlatilag ma már azt mondom, hogy szinte alapkövetelmény, még akkor is, hogyha valaki belép egy intézménybe, és van egy munkakörű leírás, akkor mondjuk a munkakörű leírásban ez nem biztos, hogy szerepem, egyszerűen elvárás. A másik, hogy ma már nagyon sokszor egy-egy szakmának a képviselői más-más szakmák, a képviselők dolgoznak együtt, tehát ha tetszik, van egy network, vagy van egy team munka, ahhoz viszont meg kell tanulnom egy kicsit, ha nem is teljes egészében mindent, az, hogy ők mit tudnak, milyen készségekkel, tudástípusokkal rendelkeznek, és amiben mi még nem vagyunk nagyon jók, mi magyarok, az, hogy idegen nyelvet vagy nyelveket is kellene tudni, mert hogy a szakma, bizonyos szakmáknak az irodalma, teljesen mindegy milyen formában, hogy interneten, nyomtatásban, szedő, az valamilyen idegen nyelven jelenik, mert döntő részt az angol ma, de azt mondom, hogy ha követni akarom, és akkor mindjárt hozzáteszek, akkor idegen nyelvet vagy nyelveket is el kell tudnom sajátítani. Ha meg nem követni akarom, hanem én akarom diktálni. Esetleg a szakmai fejlesztéseket, van erre példa, nagyon sok, szép számmal Magyarországon, különböző területeken is, akkor nem, akkor azt mondom, hogy még a szakmai fogalmakat is nekünk kell kitalálni. Az, hogy elhangzott, hogy van egy mondjuk földrajzi mobilitás, ugye, tehát, hogy Magyarországról elmennek, vagy ide jönnek, máshol, az részben igaz, az részben lehet egyébként egy szakmai mobilitás is, nyilvánvalóan, illetve még az is lehet, hogy van egy elmozdulás a társadalmi hierarchiában, mert hát azért mennek külföldre, mert ott esetleg kedvezőbb munkafeltételek vannak, kedvezőbb jövedelmet lehet szerezni, és akkor automatikusan feljebb lépnek, mondjuk ha a társadalmi mobilitást vizsgáljuk. A magyar társadalom hosszú ideig rendkívül örökhöz kötött volt, nem mozdultak az emberek, nem mentek. Ez az utóbbi néhány évnek a jól mérhető tendenciája, hogy most már jobban mozognak, abban is a fiatalok. Tehát ilyen generációs különbségek azért jól mérhetőek. Az is nagyon lényeges, hogy a pályakezdőt milyen hatások érik, amikor elkezd dolgozni, mert ugye most akkor, ha a diplomásoknál maradunk, ha el tud helyezkedni a szakmájában egyáltalán, ez ugye megint egy nagy kérdőjel, akkor egyáltalán milyen munkahelyre kerül be, milyen hatások érik, és ez segítik-e abban, hogy ő abban a szakmában mobilis legyen, jól mozogjon, ott maradjon, avagy a diploma után lehet, hogy teljesen másfelé veszi az irányt. Akár, hogyha a pszichológus szemével nézzük ezt a kérdést, akár a szociológus szemüvegén keresztül nézzük ezt a kérdést, nagyon meghatározó abban, hogy bizonyos szakmák ma meg tudjanak maradni, működni tudjanak, vagy pedig ahogyan már olvasgatjuk, hogy 10-15-20 év múlva lesznek olyan területek, amelyek teljesen el is fognak tűnni, így érdeklődés hiányában is akár. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen előzetes elvárásokkal kezd bele valaki akármilyen munkába, hogy mik azok a gondolatok, mik azok a prekoncepciók, amikkel érkezik, hogy tudja-e, hogy esetleg végig kell menni azon a ranglétrán, és nem feltétlenül a legtetején tudja elkezdeni, hogy hajlandó-e ezért dolgozni, és hogyha ebben talál egy olyan közeget, egy olyan munkaközösséget, ami megtartja, ami támogatja, ahol kap szakmai segítséget, ahol ezt a fejlődést, vagy ezt az érdeklődést ezt továbbra is fent tudja tartani, akkor jó esély van rá, hogy marad azon az úton. Ha viszont nagyon szembeütközik az a tapasztalat, ami az előzetes elvárása volt, akkor valószínűleg elkezd gondolkodni, hogy milyen más lehetőségek vannak, hogyha nem találom meg ott a helyem. És nyilván ehhez meg kell az, hogy előzetesen legyen megalapozva a döntése, és nem egy kívülről jövő nyomás hatására, akár a szülő, akár valamelyik barát azt mondta, hogy ez jó lesz, és ezzel nagyon sokat fogsz keresni, kezd el, hanem hogy valamennyire hivatássá is, vagy szerethetővé tudja tenni saját maga számára a munkát. Legalábbis én ezt látom hasznosnak, hogy akkor tud ez hosszú távon működni, hogyha igazi szeretet és igazi élvezet van. Azért mosolygok ennyire, mert azért az utolsó mondatban benne volt a fő motiváció, hogy mennyit lehet ezzel keresni. Tehát, hogy egy jó barát az mondja, hogy gyere erre a pályára, mert ezzel jól lehet keresni, és sokat lehet keresni ezen a pályán, és hát ebből adódik az, hogy bizonyos szakmák el is tűnhetnek, amit mondtam, hiszen nincs érdeklődés, nincs motiváció, vagy pedig annyira alulfizetett ma a mi társadalmunkban az a bizonyos terület, hogyha még szükség is lenne rá, de egyre kevesebb jelentkezett. Erről beszélünk folyamatosan, hogy nagyon sok területen szakember hiány van.
Tehát van egy furcsa kettőség. Mondjuk, ha Magyarországot nézzük, akkor mondjuk az északkeleti, északalföldi régióban sokkal inkább van jelen az, hogy nem találnak, vagy csak nagyon speciális területeken találnak munkát az emberek, és akkor ha azt mondjuk, hogy a Duna a választóvonal valahol, akkor Közép-Magyarországon, illetve a Dunántúlon, és ott is inkább az északnyugati régiókban, tehát nem Dél-Dunántúlon, az északnyugati régiókban pedig iszonyatos szakemberhiány van, mert ott jelenik meg, vagy ott léteznek azok a vállalkozások, cégek, ahol ez a fajta nagyon gyors fejlődés most megjelenik, ahol nagyon sok szakemberre lenne szükség. Tehát van egy ilyen típusú kettőség. Most az kicsit tény, hogy vannak olyan szakmák, amiket esetleg a gyerekek kevésbé preferálnak, vagy nem szívesen. Ugyanakkor vannak szakmák, amik hát a jelenleg rendelkezésre álló, én úgy mondom, hogy beslések szerint, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, el is fognak tűnni. Nem olyan régen jelent meg a Világgazdasági Fórumnak egy olyan elemzése, és rövid távú, meg 2020-ig szóló, ami azért 3 év körülbelül, hogy a fejlett országokban durván 5 millió munkahely fog megszűnni, pont a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően. Születnek majd új munkahelyek, ők úgy beslik, hogy 2-2,5 millió, tehát mindenféle negatív szaldó lesz ebből, csak ha ez valóban bekövetkezik, akkor akik elveszítik itt a munkájukat, nem fognak tudni nagy valószínűséggel nagyobb tömegben belépni az újonnan létrejövő munkahelyekre, mert másfajta tudást, másfajta készségeket, képességeket fog igényelni. Hogy aztán most ez tényleg bekövetkezik-e, abban azért én személy szerint nagyon bizonytalan vagyok, mert olyan típusú fejlesztésekhez kötik ezeket az adatokat, amelyek annyira kísérleti fázisban vannak még, hogy én nagyon bizonytalan vagyok, hogy az 2020-ra valóban ott lesz körülött. Egy példát mondom, hogy ne rébuszokba beszéljünk, önvezető autó, akkor azt mondják, hogy akkor nem kell majd ennyi sofőr, és ott majd az autók elközlekednek az úton. Ehhez az egész robotika és a többi. Hát igen. Így van, egy mesterséges intelligenciák, ami zárójában megjegyezve ma napjainkban észre se veszük, de használjuk. Gyakorlatilag olyan kísérleti fázisban vannak még bizonyos technológiák, hogy én nem látom azt most, hogy ez mondjuk 2019-re az egész közlekedés szervezést is át kell alakítani. Ez egy olyan hétköznapi váló dolog lesz, hogy valóban nem lesz szükség majd sofőrökre, akik vezetnek, de hát mondjuk ilyen típusú fejlesztésekhez kötötte a Világgazdasági Fórum ugye ezeket a becsült adatokat és számításokat, és nem csak a robottechnológia, hanem a mesterséges intelligencia, illetve a digitalizáció is veszik. Az kétségtelen tény, hogy az nagyon gyorsan be fog következni, erre már vannak példák egyébként Magyarországon is, hogy létezik majd egy okos gyár, ahol gyakorlatilag hálózatra kötve történik egy termelés, ahol robotok hozzák létre a termékeket. Ha valaki elmegy egy modern autógyárba, akkor ezt már gyakorlatilag látja. Az Európai Unió tagországaira vonatkozóan van most egy beslés, hogy pont a személyes szolgáltatások területén az elkövetkezendő 4-5 évben minimum 25-30%-kal több munkaerő. Idősödés, betegség, most hadd nem mondjam el azokat a demográfiai és társadalmi változásokat, ami miatt ezzel így számolnak. Azt mondom, hogy végig kell gondolni, nem mindenki számára vonzó nyilvánvalóan az, hogy egészségügyi szolgáltatásban, vagy valamilyen személyes humán szolgáltatásban dolgozom, nem mindenki akar pedagógus lenni, stb. De hogy munkahely tömegesebben, az ebben a szférában fog keletkezni az elkövetkezendő években, miközben más területeken, még egyszer hangsúlyozom az ipart, mondjuk, bizonyos szolgáltatásokat, ott csökkenni fog, vagy egyszerűen nem termelődnek nagyobb létszámban új típusú munkahelyek. Tehát a gondolkodást abba az irányba kell valahogy terelni, hogy ezt a változást valahogy a családok és az egyének próbálja meg végig gondolni, és valahogy ilyen irányba is terelgetni esetleg a gyerekeket vagy a fiatalokat, hogy a humán szolgáltatások területén nem látunk olyan típusú változást, vagy olyan nagyon rapid technológiai fejlődést, ami most a humán erőforrást ki tudná tömegesen váltani. És miért van az akkor mégis, hogy pont ebben a szektorban van kevés szakember? Tehát amit itt felsorolt az egészségügy, oktatás, és látjuk azt, hogy egyre kevesebb is
a dolgozó, illetve azok, akik ezeket a területeket választják. Éva, te is egy ilyen helyen dolgozol. Azt gondolom, nem lehet elmenni az anyagi kérdés mellett, hogy azért a megbecsültség és az anyagi ráfordítás az sokkal kevesebb az egészségügyben, mint egy bármilyen multinacionális cégnél. És hogy a fiataloknál pedig, ha nem hivatásként és tényleg nem szeretetből űzik, akkor az az elsődleges, hogy jól szeretnének élni, szeretnének utazni, szeretnének sokat keresni, és ahhoz pedig egy olyan helyre kell elmenni dolgozni, ahol ezt meg tudják tenni és tovább tudnak lépni. És akkor mindenki afelé hajlik, amit én itt az imént mondtam, hogy a saját családjának vagy a következő generációnak egy jobb társadalmi megélhetést, egy jólétet szeretne biztosítani, és ezáltal befolyásolja akár a szakmaválasztást, az iskolaválasztást, vagy akár az egyén attitűdjét is, hogy milyen hivatást válaszol. Egyébként az egyén hogy éri meg ezt, amikor váltania, változtatnia kell? Ez még egy nagyon érdekes kérdés, ugye itt nagyon sok minden befolyásolja. Egyrészt már maga a társadalmi státusza is. Én azt látom, hogy a fiatalok könnyen tudnak váltani. Az idősebb generáció sokkal nehezebben és sokkal nagyobb szorongással és félelemmel, mert minden változásban ott van a bizonytalanság érzése, de valahogy a mostani generációban van egy ilyen magabiztosság, ami pedig sokkal könnyebbé teszi, hogy ha itt nem jó, akkor megyek máshová, akkor megpróbálok valamilyen más területet, akkor átképzem magam, tanulok, hogy nagyon benne van ez most a köztudatban, meg a közszférában, hogy lehet merni, változtatni, lehet próbálkozni valami újat, létrehozni, megcsinálni, hogy én azt gondolom, hogy ez így sokkal könnyebben megy, mint korábban volt ez kérdés. Egyébként ez a kérdés csak minket foglalkoztat itthon, vagy pedig a nemzetközi kép is ugyanezt mutatja? Ugyanezt, tehát most mindenki abban gondolkodik, hogy próbálja meg minél jobban kiszámolni a jövőt, amennyire erre egyáltalán van lehetőség. Alapvetően, amit említettem, hogy Németországban nevezték el ezt ilyen negyedik ipari forradalomnak, ott egy komplex programot dolgoztak ki erre az elkövetkező 10-15 évre, amit aztán érdekes, mert az Unió majdnem teljes egészében változtatás nélkül átvett, és most már egy ilyen uniós programmá változott. Annak gyakorlatilag az a logikája, vagy az a stratégiája, hogy valamilyen úton, módon az Unió az próbálja meg valahogy az ipari területen már egy kicsit elvesztett vezető pozícióját visszaszerezni. Amifelé elindulnak, hogy ez a hozzáadott érték, tehát a K+F, az a fajta innováció, ami egy kicsit eltűnt, még a nyugati világban is, független attól, hogy lehet pozitív példákat említeni, ebben járjon élen az Unió, ezeket a fejlesztéseket végezze, tehát lehet, hogy termelni valahol máshol termelnek, mondjuk Győrben termelnek, vagy Kecskeméten termelnek, de hogy ez a innovatív plusz dolog, ez hogy mondjam, jöjjön vissza valahol a nagy központokba, és azt mondom, hogy ilyen területen azért egyrészt Magyarország nem áll rosszul, másrészt itt Magyarországnak nagyon komoly lehetőségei lennének, meg lehetőségei vannak, kezd kialakulni egy ilyen kormányzati program is, ami erre próbál valahogy reflektálni. Nekünk az a nagy előnyünk, hogy mivel ennek az egésznek a motorja Németország, nekünk nagyon erőteljes és jó kapcsolataink vannak minden területen Németországgal, tehát ha erre mi rá tudunk kapcsolódni, akkor nagyon sok lehetőség lesz. Egyébként lehetne mondani most kifejezetten magyar fejlesztéseket, amik ma már világsikert érnek el, és ebben nagyon sok fiatal is benne van. Itt ugye, ha most egy kicsit az egyénekre vetítjük, vagy térünk vissza, akkor ebbe kell tudni valamilyen úton, módon bekapcsolódni. Tehát rendben van, hogy van egy esetleg fejlesztési pénzekkel ellátott hazai program. Rendben van, hogy Európa megpróbál ebbe az irányba elmenni. Tehát ne több szerelő üzem legyen, hanem egy K+F innovatív, fejlesztő környezet legyen. Ehhez kellenek különböző szakemberek. Hogy milyen szakemberek, ma meg tudjuk mondani, hogy holnap kell mérnök, meg informatikus, meg ilyen, de az, hogy két év múlva ebbe milyen képesítések kellenek, hát ezt nem fogjuk tudni előre megmondani. Hát szinte napi szinten kellene tudni követni ezeket a változásokat. Most azok a cégek, akik ebben benne vannak, azok nyilvánvalóan követik, de az, hogy hosszabb távú munkaerőpiaci erőt előre jelzéseket tudjanak adni, hát abban még ők is bizonytalanok. Tehát nem, és ugye, ha visszatérünk az iskolarendszerre, és ha kiképzünk maradjunk a mérnöknél, vagy az már említett informatikusnál, az ugye érettségi után 4 vagy 5 éves képzést jelent, tehát mire kijön azzal a szakképesítéssel, amivel a cég szeretné alkalmazni,
az egy hosszú idő. És ezt nem nagyon lehet lerövidíteni. Nyilván teljesen mindegy, hogy milyen szektorban lévő cégek pedig arra hivatkoznak, hogy addigra megváltozott a gazdasági környezet, ami hatással volt rájuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek erre a beszélgetésre. A nézőknek a figyelmet köszönöm, egy hónap múlva találkozunk. A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.